Mit keresünk mi? Mit gondol a másik? Érdekli-e, ami engem is? Vajon élőben jó fej? Horváth Oszkár nem interjúi, amik nem a vendégről, hanem a vendéggel készülnek, ahol nem egymás önéletrajzában, hanem egymás fejében lapozgatnak, ahol a vendég nem interjú alany, hanem állítmány. Szervusztok, kedves hallgatók, ez az élőben jó fej, a műsor, ami a téma körül forog, ami a vendéggel készül, és nem a vendégről, és ez a vendég nem más, mint Karafiát Orsolya, író, költő, publicista. Szia Orsi, köszönöm, hogy eljöttél. Szia, köszönöm a meghívást. Szívesen a meghívást. A műsor 2x90 perc, 2 adást élvezhetünk végig Orsi társaságában, akivel kapcsolatban én meg vagyok győződve, hogy bármiről, bármennyit és értelmeset és érzelmeset tud gondolni és mondani. Ezért bátorkodtam meghívni ebbe a műsorba. Neked azonban, Orsi, nem kell aggódnod az első 45 percben, ugyanis totálisan improvizálunk. Találsz előtted egy kék színű kártyapaklit. Ez tele van témákkal, 52 témával. Ameddig jól érzed magad, addig beszélgetünk a random kihúzott lapokról, és ha úgy érzed, hogy nem tudod, mit mondj, akkor én állítok valamit, és vitasd, szeresd, magyarázd, vagy magyarázd ki magad, vagy nem tudom, áss el. Ha azonnal eszedbe jut valami, arra viszont még inkább kíváncsi vagyok. Jó, hát akkor húzok egyet. A bullying örökítése. Van-e valami azonnal a fejedben, vagy állítsak valami szépet? Nem tudom, nekem ez a bullying, ez nagyon nagy problémám, vagy kérdésem, és nagyon sokat szoktam vitatkozni például a hugommal ezen, mert nekem kicsit máshol vannak a bullying határai. Elég sokat foglalkoztam vele, és kijebb vagy beljebb vannak? Én azt hiszem kijebb. Szóval te megengedőbb vagy a kis gonoszkodásokkal szemben. Abszolút. És néha észre sem veszem, és azt gondolom, hogy a túlzott érzékenység, de mondom, minden szituációt máshogy kell kezelni, szóval, hogyha már mindent bántalmazásnak tekintünk, az nagyon messzire vezet, és egyszerűen annyi teret elvesz, akár a játékosság, akár a viccelődés, vagy akár csak a sima egymás közötti tájékozódás erejéből, hogy az már nekem egy kicsit sok. És őszintén szólva, ott vesztünk össze, most csak egy konkrét szituációt mesélnék el, amiben nem biztos, hogy nagyon jó fejnek fogok tűnni, de én védem magam, és vannak érveim is. Én sokat szoktam mesélni a gyerekkoromról, kamaszkoromról, és én elég, hogy mondjam, azt hiszem, életteli kislány voltam, elég nagy társasággal, és én utálom ezt, hogy utólag minden felnőtt azt mondja, hogy ő volt a társaság középpontja, én ezt nem állítom, de mindig nagyon jó helyen volt a társaságokban, és úgy gondolom, hogy szerettek, szívesen hívtak mindenhova, és a barátnőimmel volt egy elég komoly körünk, akikkel nagyon sokat ugrattunk másokat. Ez nekem a később életemben is megmaradt, és akár rendőrségi ügye is fokozódott, de ez most mindegy mellékes, mert ott már kicsit túlzásba vittük a viccelődést, de hogy hát például oké, olyanokat csináltunk, hogy az előttünk ülő mondjuk kicsit ilyen testesebb fiúnak technikaórán smirglivel így végig húztunk a nyakán, és akkor nevettünk azon, hogy az piros. De ő is nevetett velünk, tehát, hogy, és nem azért, mert fú, ő annyira megalázva érzi magát, és akkor ez a lány kommandó tönkretette, hanem ez úgy még simán belefért a viccbe. De például most volt pár éve osztálytalálkozónk, és az egyik fiú olyan indignáltan nézte Zsuzsi barátnőmet meg engem, és kérdeztem, hogy mi a bajod, Józsi? És akkor mondja, hogy attól tart, hogy nem mer elmenni mosdóba, mert hogy megint bezárjuk őt, mint amit oly gyakran megtettünk. És így, de persze kiderült, hogy ő is csak viccel, és mondta, hogy és akkor ez még a mosdóba zárás volt még a legkevesebb, mert
és de utólag belátta, hogy arra a büntetését megérdemelte, elcsábított valakit, akit nem kellett volna, én is szerelmes voltam természetesen belé, és akkor legyártottunk ilyen, kivágtunk kartonból ilyen fenekeket, és teliraktuk anya rúzsával ilyen pontokkal, és hogy az a Józsi feneke, és elterjesztettük, hogy a Józsi fertőző, és az egész iskolában ilyen szórólapként osztottuk. Szerintem nagyon kreatívak vagytok, ugyanakkor ez minden célpontnak lehet, hogy egy kellemetlen emléke, vagy a célpontok harmadának, és eddig még csak fiúkat említettél, lehet, hogy attól, hogy ti egy lánykommandóvá álltatok össze, a lányok érezték egy picit jobban veszélyeztetve magukat, hogy hát ők nem kerültek be ebbe a branchba. Persze nem is szeretnének, de én azt gondolom, hogy az emberek között mindig kialakulnak erővonalak, és ne tegyünk már úgy, mintha mindenki jó fej lenne, meg mindenkit egyformán szeretnének, ez nem igaz. És hogyha azt mondjuk, hogy mindenki egyformán szép, egyformán kedves, az hazugság. Én azt gondolom, óvodában lehet így a sorversenyeket rendezni nagyjából, hogy mindenki ugyanolyan csokit kap a végén. Nem, mert azzal egyetértek, hogy mindenki ugyanolyan értékes ember, és mindenkinek ugyanazt a tiszteletet kell megadni, de ez nem jelenti azt, hogy azt mondom, hogy Jucika, akinek olyan ferte a feje, mint egy nem tudom, leszakadt ajtó, hogy az ugyanolyan szép, mint Katika. Szóval én azt mondom, hogy mind a kettő szerethető, mind a kettőjüknek megvan a más fajta ízé, de ez a fajta egalizálás, ez nekem az agyamra megy, és pont egyébként, tudod, azt mondják, hogy fú, hatalmas darab vagy, de hogy te így vagy szép. Igen, lehet, tényleg nagyon fontos, hogy elfogadjuk magunkat, nekem is rengeteg problémám van önmagammal, de például pont, hogyha a szerelmet nézzük, na az aztán nem nézi ezeket az elméleteket. Tehát nem tudod se a szimpátiáidat, se a szerelmedet irányítani. Egyszerűen a vonzalom az szabályozhatatlan, és az emberi viszonyok nagy része a vonzalmakon, illetve a taszításokon alapul. De közben azt határozottan állítom, hogy meg kell tanulnunk és tiszteletet kell tanúsítanunk egymás iránt. Ezt én is nagyon-nagyon fontosnak tartom. Csak ne hazudjunk. Tehát, én még hogy ahhoz sem tudok csatlakozni feltétlenül, hogy mindenkinek ugyanaz a tisztelet jár ki. Miért? Hát én inkább azt gondolom, hogy mindenkinek járna, hogy jól érezze magát, és ne szenvedjen. De ezen túlmenően az, hogy tiszteljék. Tehát, hogy tisztelt benne az emberi lényt, vagy hagyd meg neki a méltóságát, de azért a tisztelet ennél többet is jelent. Ezért, és azt gondolom, hogy abból nem osztanék mindenkinek ugyanannyit. Lehetne az, hogy mindenki kapja meg a minimumot, és az mindenkinek járjon, de tiszteletből ne járjon mindenkinek ugyanannyi, mert akkor én nem tudok felnézni valakire sokkal jobban, és követni. De szerintem is más, hogy használjuk a tisztelet szót, tehát, hogy én például mindig az, hogy tiszteld a valleset, mit tiszteljek abba, hogy ő hisz valami olyasmibe, ami szerintem tündérmese, tehát nem tudom, de azt gondolom, hogy elfogadom. Inkább azt gondolom, hogy mindenki megérdemel egy elfogadást, de tényleg jó a tisztelet, leborulok, tehát, hogy ez más, tehát tényleg erős szó a tisztelet, és egy kicsit szerintem már erodáltuk a tartalmát, szóval egyetértek abban, amit mondasz, annak a tartalmával teljesen egyetértek, itt most szerintem szavakon megyünk, nem? Valóban nem gondolom azt, hogy a hülye gyereket ugyanúgy kéne tisztelnem, mint azt, akinek a teljesítményét és mondjuk a személyiségének az erejét elismerem, de azt, hogy ő a hülye gyerek mi voltában egy emberi lény, és hogy semmilyen bántást nem érdemel, mert a bántást azt senki nem érdemli semmilyen körülmények között, ezt így értem. Tehát, hogy megadni... Na, most fogok alárugni, mint a focisták. Az előbb azt mondtad, hogy azt mondod most, hogy a mindenki megérdemli, az előbb azt mondta, vagyis, hogy senki nem érdemel büntetést, vagy fájdalmat? Mit nem, mondtál most? Bántást. Bántást. Az előbb pedig azt hangzott el, hogy megérdemelte a büntetését az de a srác. De az más, tehát, hogy hatás ellenhatást tett, és bosszú tett. Tehát, hogy de a bosszú tett, az helyes? Tehát, szerintem hogy helyes. Attól rossz tett helyébe rosszat várj. Uh-huh. Miért most nem akarok olyan lenni, mint egy ilyen elejtett őszbak, vagy valami. Én azt gondolom, hogy hatás ellenhatás. És ha engem bántanak, én viszont bántok. És viszont harapok. A bántásnak az ellenhatása nem az, hogy aki bántott, az ettől jól érzi magát, és azt hiszi, hogy ő az Isten, meg az erős ember, meg a Góliát, meg az... Leszarom, hogy mit érez a másik ilyen szempontból. De hogy valójában annak az a másik oldala, ami nem pozitív, de a hatás ellenhatás
az így, ahogy te mondod, ez mindenképpen azt jelenti, hogy történt valami rossz, akkor történjen meg az ellenkezője is, csak az ellenkezőjéről valaki azt fogja hinni, hogy ó, ez az eredeti történet, ezért annak az ellenkezőjét is visszabántom. De most kimentél a viszonyból, engem nem érdekel, hogy az én tettemről mit gondol más. Tehát nekem megvannak az indokaim. Tehát az, hogy mondjuk a szomszédom mit gondol arról, hogy én vagyok az, aki a másikat bántja, amikor mondjuk nekem megvan rá az indokom, mélységesen nem érdekel. De ha még be nem avatkozik, és bárcsak ne avatkozna be, mi van, ha ő kezd el rosszat gondolni, és akkor átdobálja a kerítésen a patkánymérget, vagy nem tudom. Tehát, hogy hát arra is lesz válaszom. Így nem kerülünk egy jobb világba, de én megértelek. De mi lenne a jobb világ? Általában azt szerintem... Bambán néznénk magunk elé? Aha. Az, hogy valaki azt eldönti, hogy jó, én már nem bántok vissza. Tehát ha a bántással nem kapom vissza azt, amit elvesztettem, akkor nincs értelme. És nyilván így valaki egy ilyen tehetetlen, teszetosza, gyenge alaknak tűnik, akit majd meg fognak enni. Tehát kérdés az, hogy kinek hogy áll az önbecsülése, vagy az önbizalma, hogy azt mondja, hogy én tőlem engem meg is ehettek, én már jó vagyok, köszönöm szépen, vagy pedig csapkodom az asztalt, hogy velem ezt senki nem teheti meg, és majd én megmutatom. De hát ezek szerint megtehette, és ha minél inkább mutogatom, hogy velem ezt nem lehet megtenni, annál inkább megyek össze. Hogy én magam rész, én nem akarok az lenni, aki mindenért hangosan panaszt tesz, ami vele történik, mert az csak egy ilyen valami ilyen kellemetlen korábbi főnökeimre emlékeztetném magam. Nézd, most beszéltünk ideális világokról, meg általánosságban esetekről, én ezt sosem szerettem, tehát én nem véletlenül írok, meg nem véletlenül gondolkodom egyes esetekről, és nem az emberiség nagy kérdéseiről, mert azokhoz én nem tudok hozzáférni, nekem erre nincsenek kulcsaim, nem gondolom azt, hogy nekem kéne akár bántalmazás, akár nem tudom mindenféle beszédügyében rendet tenni, mert nem hiszek az ilyen általános igazságokban egész egyszerűen. Azt gondolom, megnézek egy esetet, és ott tudok döntéseket hozni, és ott is leginkább a saját életembe, vagy olyan szituációkba, amiket ismerek. Azzal egyetértek, hogy az általános megfejtésekkel kapcsolatban az a baj, hogy azok akkor megfejtések, ha mindenki ugyanazokat a szabályokat majd betartja. Ilyenre még meg nem volt példa egyelőre. A hugod miért beszél a bulliságról? Elképzelhető, hogy azért, mert van egy ilyen nagy tesó, kis tesó, megint csak általános felállás, hogy kicsit te egy szülő is vagy, amikor nővér vagy, rád nem. Volt bízva, nem? Nem. Inkább arról van szó, hogy szerintem ez nekem a természetem része, és én, mert szerintem vannak ilyen típusok, és hogyha létezik ilyen típus, akkor én egy kicsit inkább ilyen vagyok, meg kekec, meg szeretem húzni a másikat, próbálni, de abszolút viccelődésből, tehát bennem azért elég kevés rossz indulat van, azt gondolom alapvetően, sőt, rossz szándék a legtöbb esetben nincsen, de valahogy óvatatlanul létrehozok olyan szituációkat, amikor mondjuk amiből nehéz kijönni, tehát ugratásokkal, akármikkel, és akkor nyilván ez ilyen szűk körön vagy családon belül sokkal élesebben hat, és például a hugom, a testvérem sokkal szigorúbban gondolkodik ezekről a határokról, amik bennem azért elég fluidak, és ő már határátlépésnek minősít olyanokat is, amikor szerintem én még bőven a határokon belül vagyok. Egy-egy mondjuk durva viccel, mert és én itt most tényleg csak verbálisan gondolom, tehát nem az, hogy kigáncsolom a hugomat az utcán, mert ennél azért kicsit szofisztikáltabb léleknek tartom magam. De hogy... Minimum egy átdobás vál fölött. De hogy simán vannak durva vicceim, mert gyorsan pörög az agyam, kimondom egyből, ami eszembe jut, amit társaságban nem teszek meg, vagy nyilvánosság előtt, mert már olyan kontroll van a fejemben, hogy megőrülök, tehát... Ez szerintem fontos lesz az adás második részében, ne felejtsd, kontroll, amitől megőrülsz. Miért provokálni akarsz? Nem, hanem a szabadságvágyról szeretnék majd veled beszélgetni, ebben őrzünk némi rokonságot, ezért érdemes nekünk például beszélgetnünk erről. Azt mondod, nem mondod, hanem én mondom, hogy én 30 éves voltam, mire elkezdtem azzal szembesülni, hogy valakiknek az az állandó ugratás,
piszkálás, nem is tudom, vérszívás, ami nekem a figyelem és a szeretet jele, és amikor kapom, akkor én azon nem sértődöm be, hanem azt látom, hogy na, ez az ember rám figyel, ismer, az én társaságomban velem beszélget, és jól érzem magam, ráadásul szellemes, tehát nevetni fogok rajta, de attól még, hogy valami szellemes lehet bántó, de én a szellemest veszem észre benne, és jól szórakozom. És 30 voltam, mire először találkoztam egy olyan gyerekkori baráttal, akiről kiderült, hogy az egész társaságnak ez a fajta viselkedése az ő számára bántó volt. Pedig elünk együtt nőtt fel, én azt hittem, hogy ez szocializáció kérdése, de lám mondjuk azt, hogy a te hugod nem ilyen, te pedig igen, az már is azt, pedig egy helyen nőttetek fel, gondolom, akkor az már is azt jelenti, hogy nem, ez így jön belülről. Azt akartam kérdezni, hogy te szerinted te hány évesen gondolkodtál el azon, hogy hoppá, nem mindenkinek ugyanaz a műfaj jön be? Igazság szerint én egész életemben elég érzékeny ember voltam. Tehát mindig ezek az ugratások is addig mentek, amíg mondjuk azt nem láttam, hogy a másik mondjuk tényleg nagyon kiborul, mert az engem nem érdekel, én nem szeretem a szenvedő ember látványát, tehát ugyanaz azt a rossz érzést hozza be, mint amikor látom, hogy a macska pofozgatja a nagy rovart, ami már csak ott köröz a földön, akkor én inkább agyoncsapom a rovart, mert nem szórakoztat ez, tehát én nem macska vagyok, aki gyönyörködik az ilyen pusztulásban. Van, amikor belecsúszol egy olyan mondat végbe, amikor érzed, hogy hoppá, ez most nem rátoltam a lábára, hanem átment a fejére. És akkor azt mondom, hogy ú, bocsánat, kicsit, ezért. Tehát én tudok egyből reflektálok magamra. Hogy ú, ezt nem gondoltam, hogy most én így fogom érezni magam. Én azt ki is mondom, én mindent kimondok, tehát nekem ez a fegyverem mindennel. Mm. Kimondom, leírom, én nem hagyom, hogy ott maradjon, mert és én nagyon szívesen, ezt most idézőjelbe bocsánatot kérek, meg szeretem megbeszélni a konfliktusokat, mert egész életemben ezt tartottam célra vezetőnek, mert hogyha nem tudom ezt megtenni, akkor olyan mértékben tud bántani, vagy gyötörni, hogy akkor inkább képes vagyok hosszú, unalmas leveleket írni, hogy valahogy így elmondjam, hogy nekem mi volt az álláspontom. Írni én is tudok ilyet. Mondani nem biztos. Tehát nem amikor ott szóban egymással szemben én véletlenül áttolom a lábán a talicskát valakinek, én úgy csinálok, mint azok az állatok, akik megmerevednek, tudod, ez a fánálló kecskék, meg nem tudom, vannak ezek, hogy jön valami ragadozó, és akkor hát, ha nem mozdulok, meg nem derül ki az egész. Pedig ott teljesen világos, hogy mi történt, és ehhez én ilyen kisgyerek vagyok, hogy azt mondod, hogy hopp, ne ragudj, akkor most volt sok, gondolom, bocsánatot kérek, hanem úgy csinálok, mintha nem történt volna meg, de nyilván irányt váltok. Hú, de kellemes, figyelj, akkor gyakorolj velem, sérts meg, ja. És akkor én ezt majd lereagálom, én ebben tök jó vagyok. És megbocsájtásban nem, is nagy nem tudok semmi így külön sérteni, hanem akkor sikerül, amikor amúgy nem gondoltam, hogy az lesz. De akkor majd, ha ez előfordul, hát, akkor bejátszom ezt a pár másodpercet, ahogy Karafiát Orsolya mondja, hogy Oszi, sérts meg. És akkor van egy kreditem, ahol majd mondhatom, hogy de hát ez tudományos célra készül Orsolya, ez a kísérlet része. Húzz egy másik kártyát, nem rángatlak ezzel többet. Várjál. Nem várok. Ismerkedés versus méltóság. Mennyit adsz fel, hogy párt találj? Ezt elolvashatom, mi van alatta? Persze. Megfürdez? De van, aki lesz kérdés? Én azt gondolom, igen, de itt kezdődik. Mindjárt megkeresem ezt. Kiöltözöl, beiratkozol Zumbára, elviseled az erőszakot, hol legyen a határ? Egyszer én férfiakra tudtam gondolni. Mármint szexuálisan? Természetesen, igen, elalvás előtt általában. Hogy ők meddig mennek le, hogy nőhöz jussanak. Magamat beleértve, és éppen azt keresem, hogy erről van valahol egy listám, hogy úgy kezdődik, hogy ahhoz, hogy neked társaságod legyen, most ez mindegy, hogy te férfiakra vagy nőkre vágy, tényleg az, hogy megfürödtél, az alja. És aztán mondjuk, hogy udvariasan viselkedsz. Mondjuk, hogy kellemesen adod el magad. Mondjuk, hogy olyan társaságba mész, ahol esetleg vannak olyan neműek, akik téged érdekelnek. De aztán egy idő után mondjuk elmegyek egy feminista minitüntetésre férfiként, kis táblával, hát ha ezzel krediteket szerzek be. Beiratkozom Zumbára, mert 18 csaj lesz, és csak én leszek a fickó. Értem a kérdést.
Nem tudom, szóval mindig fürdök. Hát akkor másra meg úgy sem érsz rá. Meg nekem ez az egész a megismerkedés egy nagyon nehéz dolog, tehát azt gondolom, hogy nekem ez soha nem volt problémám. Most, hogy öregszem, így elkezdett lenni. És, de még így sem, mert szerencsés helyzetben vagyok, tehát annyi levelet kapok férfiaktól, meg minden, meg oda jönnek, nem tudom, szóval, hogy ez sose volt nekem, nem, soha nem az ismerkedés volt a problémám, hanem inkább az, hogy hogyan tovább, mert... Az is része ennek, ugye ott, ahol erőszakos párkapcsolatban van valaki, vagy valamilyen nyomorban vannak, és úgy döntenek, hogy folytatják, és nem lépnek ki belőle. Vagy mondjuk a kezdeti nagy szerelmi crush kezd elmúlni, elszállni, és észreveszi az ember, hogy de hát ez így nem kompatibilis, ő elnyom ebben, vagy félelmet kelt, vagy de azért maradok, mert ha már megígértem, meg tulajdonképpen jó, meg tulajdonképpen most a múltkor pofán vágott, de azt megérdemeltem. Jó, ez már messzire vezet, nem tudom. Én azt gondolom, hogy nekem azért viszonylag kevés tapasztalatom van ebben, és ez furán hangzik, de nekem mindig nagy szerelmeim voltak, és ugye az életem nagy részét egy 20 éves párkapcsolat foglalta el. És annak olyan 2 éve lett vége, és utána azért egyik barátom mondta, hogy feliratkoztam nyilván a Tinderre. 1,5 napig voltam ott, ez elég érdekes tapasztalatokkal gazdagított, abban mindjárt meg is osztok egyet, mert szerintem az elég mókás, és megmutatja, hogy én meddig megyek el mondjuk az ismerkedés kedvéért, gyakorlatilag a nulláig, ez lesz hát a tanulság. Hát ha 1,5 nap után eltűntél onnan, amit sokan tesznek egyébként, de nem azért, mert nekem az 1,5 nap jó tapasztalat volt. Tehát, hogy tényleg jó tapasztalat volt. Hát én saját névvel, saját fotókkal, meg minden ömlöttek a levelek. Tehát, hogy semmiből gondoltam, hogy az értelmesebbje felismert, tudja, hogy miről van szó. Szóval, valaki persze azt írta, hogy élednék az utolsó Magyarországon, akivel szóba áll, de esetleg az univerzumban is, tehát az utolsó lennék. Hát az más, az nyilván nem szereti a lírámat és a lényemet, de nem ez a lényeg, hanem hogy... egész egyszerűen rájöttem, hogy nekem ez így nem megy, én csak természetesen tudok ismerkedni, pedig 2 emberrel találkoztam, akikkel ott elkezdtem ez alatt a 1,5 nap alatt levelezgetni. Az egyik az nagyon mókás volt, egy pszichológus volt, elhívott vacsorázni, az volt az első találkozó. Akkor még nem tudtam ugye, hogy pszichológus, csak ott kiderült, na hát onnantól bennem elszakadt valami, könnyek, elmondtam az egész életemet, és így néz rám, és így mondja a végén 3 óra után, hogy nagyon kellemes volt ez az este, de inkább emlékeztette egy terápiás ülésre, mint egy randevúra. De akkor még találkoztunk párszor. De állított ki számlát? Nem, de elég gáláns ember volt. És utána még párszor találkoztunk meg minden, de hát így azt mondta, hogy ő úgy látja szakemberként inkább, nem mint férfiként, hogy én nem állok még készen, hogy tovább lépjek, de jóba maradtunk. A másikkal pedig a mai napig jóba vagyunk, mert annyira helyes ember volt. Szóval nekem ez egy pozitív élmény volt, de rájöttem, hogy nekem ez nem megy. Utána meg rá 2 napra egy koncerten leszólított egy csávó, ugye én nem iszom alkoholt, kezemben volt alkoholmentes sör, hogy ezt a szart iszod, vagy hozzak neked inkább valami normálisat. És akkor így meg ki tud alakulni valami. Tehát, hogy értem ezt, igen. De... Én zárkózott vagyok a húsvér életben, és nem megyek oda senkihez. Ha hozzám oda lépnek, nagyon szívesen beszélgetek, de senkit nem szólítok le, ezért nekem ez... úgy nem működne, hogy én óbégatok be, hogy iszol-e valami rendeset. De nem, mert ezek egyből kiderül, mert látod, hogy beszél, látod, hogy milyen magas, látod, hogy tetszik-e, egyáltalán szóba jön, és akkor szerintem innen már úgy megy a dolog. És nem kell ígéreteket tenni. Valamiben volt ez, hogy a nők 7 másodperc alatt eldöntik, hogy leszeretnének-e valakivel feküdni. Igen. Erre mondta már valaki, hogy 0. Én ránézek, jó, tudom. A 3 is. Igen. Na de amikor ezt leveleztek egy ilyen akármilyen platformon, akkor is, ha láttál egy fényképet, az még a 0. másodperc se, mert akkor még nem tudod, és mégis ki tudja, meddig húzódik el, hát valószínűleg ezt utálják rengetegen, hogy ne ragudj,
szinte azonnal inkább találkozni akarok, mert nem akarok a levegőbe beszélni, fogalmam sincs hát még, igen, hogy igen, ugyanazok a sztorik, szóval én már például utálom magamat bemutatni. Jó, nekem nagy szerencsém, hogy az egész életem kint van, de az idézőjelben az életem, mert csomóan azt hiszik, hogy ismernek a szövegek alapján, és így felmondják az egész életemet a regényeimből, és mondom, az nem én vagyok, tehát az egy regény figura, de valami attitűd, vagy valami nyilván lejön rólam a szövegeimből, meg az, hogy milyen lehetek, de mondjuk ez nekem egyszerre szerencsém, meg szerencsétlenségem inkább is. Inkább szerencse. Nem, mert, nem. Nem. Tehát néha nagyon ijesztő szituációkat is tud eredményezni. Ja, értem. Azok esetében, akikkel szívesen ismerkednél, szerencse, mert akkor tartósabb lehet, hiszen valamennyit már tudnak rólad. Azok esetében, akik meg de nem tudnak semmit, én azt gondolom. Tehát, hogy azt gondolom, hogy én művészként nem az a magánszemély vagyok, aki egyébként, vagy nem az, aki mondjuk ilyen műsorokban beszél, mert nyilván teljesen más az ember. Te se ez az ilyen fejeden akármi okos kérdéseket feltevő ember vagy, ha nem lehet, hogy egy kellemetlen alak. Leia hercegnő vagyok, ha nem maragszol. Ez a, jó, ezt hát a csak azért veszem fel. Van rajtam egy aranybikini is itt a keki ing alatt, aki nem látja, az bánja. De közben meg pont az, hogy az is ide tartozik, hogy ki meddig megy el, hogy mennyire pakoljuk magunkat, vagy mennyire adunk valami teljesen más képet, és például én egyfelől tudok borzalmas felületes lenni, ha valaki tetszik. Tehát akkor mindent megbocsájtok a hülye gyereknek, ha 190 fölött van, és mondjuk kedves a mosolya, és jól néz ki, meg van egyfajta jó humora. És mert azt gondolom tényleg, hogy a humor nálam az, ami ilyen belépő, tehát aki tudok így jókat nevetni, akkor az már félig megvett, persze, ha jóképű is hozzá. De hogy nem is kell annyira jóképűnek lenni, hogyha nagyon vicces. De emögé nagyon nehezen látok túl, mert az első időben, főleg, hogyha a nagy spillerről van szó, akkor el tudja venni az agyamat, és akkor viszont én is valamit érzek, hogy nem stimmel, tehát hogy ez már túl jó, tehát a csávó ott van ember nagyságú csokorral, aminek az étteremben külön széket foglal, a három személyes asztal, ő, én meg a csokor, meg ilyenek, és az eleinte mókás, tudod. De aztán rájössz, hogy ez csak így a magic része, és a trükk csak addig tart, amíg engem is elő nem ránt a kalapból. De én ezt nagyon nehezen veszem észre, mert el tudnak bűvölni ezek a mesés külsőségek. Mindenkinek megvannak szerintem ezek az ilyen randi fortéjai, az a 19 poén, amit nem is sorban, de úgy elsütöget, mert tudja, hogy jó, működik. Csak én ezt észreveszem, és itt elvérzett az udvarló. Tehát mondom, nem hiszed el, mert nem látszik rajtam, de tényleg nagyon érzékeny vagyok, és pont ez ilyen bevett sztorikat, meg a bevett izéket egyből levágom, és akkor azt mondom, hogy ha benne fáraszt, adok még egy esélyt, tehát hogyha nagyon jól néz ki, akkor megkapja még egy esélyt, de ha csak egy átlagos, akkor hello, haver. Szereted a szépet. Lehet, hogy majd a tartalomról és a formáról beszélgetünk a harmadik blogban. Azt mondtad, hogy ha vicces, minél viccesebb, annál kevésbé kell jól kinéznie egy bizonyos határig, az mindegy, vicces. Mi az, hogy vicces? Ki lehet, mire tudsz következtetni ennyi év után, ami nem sok, hogy okos, aki vicces, gyors gondolkodású, aki vicces, vagy gátlástalan, aki vicces, vagy szabad, aki vicces? Mindegyik egyszerre, de a humor az szerintem egy iszonyú érzékeny dolog, és nagyon sokaknak teljesen mást jelent, és egyszer mondta nekem valaki, hogy félelmetes a humorom, már nem is humor, és azt gondolom, hogy ez például rám igaz, és a másikban is ezt keresem. Nagyon szeretem, ha valaki egyből le tudja csapni a szituációt, és nagyon szeretem, ha ez vagy tahósággal, vagy elképesztő műveltséggel párosul. Vagy mindkettővel. Az életveszélyes, tehát attól meghalok. És ugyanúgy szeretem... Én de csak az olyanokkal tudok igazán szót érteni, meg akinek félelmetes műveltsége van, de nem tahó, ahhoz nem merek közel menni, mert nem tudok, de nincs meg a közös nevező, de amint nagyon művelt, de legalább tahó is, na, a tahóságot azt tudom, és akkor... De nem, mert a köti, tehát, hogy akkor olyan ilyen elektromos, nem tudom, kisülések következnek be, mert máshogy van húzalozva az ilyen ember agya, és más pontokat tud kapcsolni, és ugye nyilván a humor az valahol abból keletkezik, ha ott két összenemillő dolog ütközik, és az ebből való feszültségből lehet a robbanás, és ezt vagy tudja kódolni az agyad, vagy nem. Például volt egy barátom, vagy párkapcsolat,
aki, tehát borzalmas rossz humora volt, de hogy így tényleg elszomorodtam, és rám meg rám szólt, mert az apjának meg remek humorérzéke volt, és így pusztultam. Tehát egy nagyon kedves, művelt ember, és meg könnyeztem, amikor az apjával voltam, és ő mondta, hogy ő is tudna olyan lenni, mint az apja, de ezek neki túl olcsó poénok. És mondom, nem, figyelj, te nem tudsz olyan lenni, nem is fogod föl, hogy ebbe mi a vicces, sajnálom. Tehát, hogy egyszerűen szimpla a gondolkodásod, és nem ér el hozzád. Ez nem baj, te egy ilyen ember vagy, egy kicsit mamlasz, de hogy ő meg nem apróztad el. Ennek a negyedét is szerintem forgatta volna egy hétig magában, de így egy hónapig. Hát figyelj, hogyha felfogta. De cuki lehet a faterja. Jaj, nem, hát kész, én meghaltam az apjától. Sötét humorod van, úgy érzed? Nekem mindenféle. Meggátlástalannak gondolom. Ami egyébként nem idegen az előbb nyalogatott bullyingtól. Tehát, hogy azért, mert nincsenek olyan határok, azért, mert azokon a határokon, ha valaki más átlép a te esetedben, te nem sértődnél meg. Nem. És ezt tükrözöd vissza. Egyszerűen vannak ilyen blob alakú emberek, akik ilyen plazma alakúak és gömbölydedek, és őket simogatni kell, és ők fluffik és puhák, és egészségükre, tehát hogy tök jó, és vannak az ilyen kockább, szúrósabb, a kocka az lehet a szögletes, aki egy kicsit ilyen felnyírt hajú kiképző őrmester, meg lehet az, aki szurkál, tehát ilyen tengeri csillag alakú. A lényeg az, hogy nem az a sima, és amikor ezek találkoznak, akkor lehet, hogy pont amennyire szúrja a szögletes a kerekdedet, a kerekded annyira kellemes élmény a szurkálónak. Ha te egy ilyen nagyon-nagyon kedves emberrel találkozol, akkor nincs egy ilyen mini csodálat, hogy jaj, hát ezzel be lehetne takarózni, hogy ilyen de kedves. De én nagyon, nagyon szeretem az ilyen embereket is, de hogyha kedves és még jó humora is van, akkor, mert van ilyen, tehát hogy nem zárja ki a kettő egymás szerintem. Ha váltogatni tudja, nem, hogy amikor viccel, akkor semmi nem szent, egyébként viszont tudja, hogy mit mond, és figyel arra, hogy ki van a közelében, és az éppen hogy érzi magát. Igen, tehát hogy valahogy ez így, tud ez kapcsolódni, vagy nem tudom. Közben arra is gondoltam, hogy amit én nagyon utálok, az a tanult humor, és nagyon sokan ezt alkalmazzák, mert azt gondolják, hogy ez ilyen kifinomult humor, és eltartott kisújú, és megtanulják, és megtanulnak idézeteket, és ha-ha-ha, tehát ez a finom nevetés, és ettől így a hideg ráz, és én ezt egyáltalán nem tartom se szellemesnek, se viccesnek az ilyen dolgokat, valamint az altesti humor, meg ezek, én azokat nem bírom. Tehát, hogy az ízlésemet sértik, mert a jó ízlést én nagyon fontosnak tartom ebben is, és nagyon kijön, hogy mennyire vagy kifinomult ezekben is, mondjál akármilyen tahópoént. Tehát én ezeken már évek óta nagyon sokat gondolkodtam. És de akkor az altesti humornak is lehet egy olyan kifinomult, nem lehet. Tudom, amire azt mondod, hogy na ez igen. Tehát, hogy én például utálom a country zenét, de van 2-3 country szám, amire azt mondom, hogy na jó, mondom, ezek már extrém példák, mindenre lehet kivételt mondani, de mondom, a tanult humor az borzasztó. A viccmesélés a tanult humor, vagy ezek a bevett fortélyok? Nem, vagy a viccet is lehet úgy mesélni, hogy elpusztulsz. Tehát, hogy inkább az ilyen bevett akármit meg, amikor azt gondolják, hogy humoros, és akkor jön a izé csaj, és akkor úgy beszél ilyen lazán, és elmond, és akkor elmondom ezt a sztorit, hogy ő nem tudom, mindenhez is ért, és akkor így várja, hogy röhögjünk meg, ja. Szóval, tehát ezek az ilyen jó fejkedő, hát tudnék sorolni egy csomó ilyet, és iszonyú népszerűek ezek a csajok, pasik, akár még humoristában is, és nem tartom őket viccesnek, kiagyaltak, kimódoltak, megtanultak. És azt vettem észre, hogy van egyfajta ilyen zsigeri humor, ami viszont tanulhatatlan. Én a humoristákból is, akit mondjuk szeretek, nyilván a Bödöcs, meg a Kővári, agyuk működik, vagy hát jó, én Galla Miklóst is nagyon szeretem. De hogy mit akartam ezzel mondani, hogy kisgyerekeknél figyelem, tehát mert már egészen csecsemőkorban kiderül, hogy ki lesz vicces, vagy ki nem, és ez valószínűleg öröklődik. Amíg babát meg tudom úgy nevettetni, hogy szívből kacag, tehát neki a nevetés nem egy ilyen, hanem egyszerűen az egész lénye röhög, és én is ilyen vagyok, és az ilyen embereket szeretem. Egy kicsit szeretem. Idétlen, egy kicsit gyerek marad, és egy kicsit nem szégyelli magát, hogy most eszébe jutott egy hülyeség, és ő ezt most ki fogja mondani, mert meg akarja osztani. És persze az is, aki mindenen röhög, az lehet, hogy totál idióta. Tehát, hogy én is magamról azt gondolom néha, hogy nem vagyok normális, és a húgom szokta mondani, hogy őt megijesztő, hogy megyek az utcán, lát engem messziről, és magamban röhögök. Mondom, igen, mert teli van a feje
ilyen vicces hát dolgokkal. Mi jó társaság is vagyok saját magamnak. Pontosan. Mi a véleményed azokról, akiknek vicces a nevetése? Hát ez tök jó szerintem. Hogy feldobja a, nem, a társaságot. Igen. Mondjuk van olyan, hogy egy tévésorozatnak a zajsávján ugyanaz a nő röhög 20 éven keresztül, és akkor érezni ebből, hogy ez nem igazi, és ott ez nem előnyös, de ha amikor a társaságodban van valakit, nem lehet kibírni, hogy amikor ő röhög, vagy vannak a röhögő görcsösök, lehet, hogy te is olyan vagy, és nekem két évente egyszer van ilyen. Igen. Annyira irigylem, hogy számára valami ennyire vicces, hogy, hogy kész, mindjárt megfullad. De mondom, én magamban is tudom ezt, és ez mondom, egy kicsit ijesztő, aki távolról látja, és azt mondják, akik velem alszanak, hogy én álmomban is nevetek. Ez így ráz a nevetés. Olvastam valahol két dolgot, az egyik az, hogy az emberek ötöde, ha a napban néztüsszent. Én is ilyen vagyok, én azt hittem mindenki, és kiderült, hogy nem, a 80% nem tüsszent, ha a napban néz. És ugyanígy az emberek egy részének van belső narrátor a fejében, a másiknak nincs, és mindenki, ha még ezt a mondatot nem hallotta, azt hiszi, ha van narrátora, hogy másnak is, ha neki nincs narrátora, azt, hogy másnak sincs. Gondolom, neked inkább van. Vagy nem tudom. Tehát de azt hogy ez mindenkinek én amikor iszom, akkor vagyok. Így mondom, hogy az oszi most iszik, de ügyesen ivott. Tehát mintha így az anyám beszélne hozzám egy éves koromban, hogy egyedül kakilok, és ügyes a gyerek. Tehát, hogy így, nem tudom, így bíztatom magam, hogy meg tudtam fogni egyedül egy poharat. Ja, de ja, neked ilyen a narrátor, hogy egy kicsit ilyen együgyű. Nem, az enyém egy kicsit ennél kifinomultabb. Aha, nem? Jó, majd tanítatom. Egyelőre nem volt rá idő. Azt akartam még megkérdezni a tanult humorúakkal kapcsolatban, hogy ők vajon hogy érzik magukat? Egy részük szerintem nem tud róla. Ő igyekezett, és nem vesz róla tudomást, hogy mi a külső megítélés. Belülük nem, lesznek nem vőfélyek, mondjuk. De van, azt kedveljük, de van, aki meg sejti, hogy akármilyen barba trükköket eszel ki, vagy les el valakitől, aki szórakoztató volt, neki az ő kezében valahogy az a varázspálca nem működik, és az meg keserves lehet. Hát akkor miért nem adja föl? Tehát akkor beszéljen komoly dolgokat, amik érdekesek. Szerintem nem kell ezt erőltetni. Tehát mindennek az erőlködés az elrontója, nem tudom. Én nagyon szeretem a komoly embereket, és akik... Tényleg ez az útja, nem, hogy akkor komoly ember legyen. Tudásukkal, finomságukkal ugyanúgy el tudnak kápráztatni, és szívesen töltöm velük az időmet. Legfeljebb a hülyeséggel elszórakoztatom mellette magamat, de ha valaki görcsösen igyekszik, az nem jó. És egy komoly ember társaságában mersz bohóckodni? Persze. Hogyha azt látom, hogy nagyon nem tudja dekódolni, akkor magamban folytatom le, mert nagyon buta szituációkat tud eredményezni, ott vihogok, mint egy hülye, és ő meg nem, tehát nincs meg a kapcsolódás. És nekem az elsődleges mindig az, hogy kapcsolódjak bármilyen szituban. És ez nekem nagyon jó tulajdonságom, hogy bárkihez tudok egyébként kapcsolódni, kivéve ha annyira idegesít, hogy sarkon fordulok, de legalábbis megpróbálom, hogyha oda vagyok kényszerítve egy szituációba, például munkaszituáció vagy projekt, hogy tudjunk együtt dolgozni, és akkor nagyjából le tudom mérni, hogy milyen az a másik, körülbelül az első három mondatból, és akkor onnan már szépen megy. Kivéve ha nagyon fáradt vagyok, akkor ez nem biztos, hogy működik, mert akkor ilyen önzőn befordulok, de hát akkor nyilván már magam sem nevetek semmin. Húzz még egy kártyát szerintem. Please. Minden kirántása? Hát ez lehet, hogy nem hozzád való, de... De valóban. Sajnos, de. Tehát rántva minden jobb, sajttal minden jobb, lájmal minden jobb. Aha. Ez egy kicsit azért túlmutat ezen, hogy minden kirántás. Tehát ez az ilyen, hogy kell élni, mit kell lenni, nem? Mit kell csinálni. Igazság szerint én nagyon szeretem a rántott dolgokat, de letiltom magamat róla. 80%-kal több kalória minden, ami olajban sült. Tudom. És közben meg... Jó, Istenem, de szeretem a rántott harcsát, meg már mindent szeretek, ami rántott, a rántott zöldségeket is, és, de próbálom kerülni, és az egész életem folyamatos fogyókúrák és folyamatos önsanyargatások sora, és most is látom, ez úgy ennék egy ilyen finom rántott akármit. Én ebben azt a tanácsot tudom adni, amit valószínűleg már rájöttél te is, hogy meg kell szeretni más egészséges dolgokat, de hogy olyat tegyen az ember, amit szeret, mert ezt a szót, hogy fogyókúra, ezt nem bírom hallani, mert, és azt sem, hogy önsanyargatás, mert teljesen felesleges, hanem
Az ember szeretett 20 egészségtelen ételt. Találjon magának 30 egészséges, nagyon jó ételt, és soha ne egyen egészséges szarételt, mert minek, mert az nem jó. De én azt nem eszem, én ezt megtaláltam, hát kísérletezem gyerekkorom óta. Nekem 13 évesen a karácsonyi ajándékom a Molettek kézikönyve volt, mert azt kértem, és én onnantól ki volt rakva minden karácsony után egy tábla, hogy volt egy ilyen karikatúra a Ludas magazinban, hogy egy kövérnő áll egy mérlegen, és alá van írva, hogy az ünnepek súlya. Én ezt mindig kitettem, hogy szembesüljek a Molettek kézikönyve? Igen. Csodás olvasmány volt. És állandóan számolom a kalóriákat. Én nagyon szeretem az egészséges ételeket is, sőt a barátnőimmel folyamatosan recepteket cserélünk, imádom a zöldségeket, gyümölcsöket, ugye nem eszem húst, a halat, nem tudom, de azért paprikás lisztben kisült hek, vagy hát mondom, vagy az már említett rántott harcsa, vagy nem tudom, nem tudok ellenállni neki. És nekem a étel még a humornál is talán fontosabb, tehát legjobb lenne nekem egy vicces szakács élettársnak, de hogy azért legyen magas és jól nézzen ki. Egy magas, jól kinézésű vicces szakács. Tök kedves, hogy nem mondtad még, hogy sikeres, legyen kedves, nem utaltál rá, hogy legyen mély hangja, ja nem, tényleg ez a szellemes, vicces, magas. De ugye az olyan pár paraméteren megvan az, hogy ezek a kedvenceim, és akkor ezt tudod magadról. Két dolgot akartam még kérdezni. Az egyik, vagy hát utalni ezzel a rántással kapcsolatban nem csak a dolgoknak a kirántására, hanem arra, hogy az érzésem, hogy nekünk semmi sem jó úgy, ahogy a természet adja. Minimum megsózzuk. Porcukrot teszünk az eperre. Tehát, hogy olyan dolgokat, ami a paradicsom gyakorlatilag, hogy így széthagyta a teremtés a földön, és nekünk csak arcalap sárban kéne magunkat előre tolni a lábfejünkkel, és így menne be a szánkba az étel, és nem, mert azt mi, most megmosom, most porcukrot teszek rá. Megmosással is bajod van? Legelni valamennyi bajom van, de nincs bajom, de elvileg tudod, így természet. Nyilván a termesztett, meg mindenféle vegyszerrel lefújogatott zöldségeket, gyümölcsöket érdemes megmosni, meg ki tudja, mi van rajta, de minél inkább nem mostál meg a büdös életben semmit, annál jó, inkább ez, nem halsz bele ezzel később valószínűleg. Én nem mosom agyom, meg nem... Minusz botulizmus. Nem tudom, fertőtlenítem az egész környezetemet minden pillanatban, szóval ez nem érdekel engem, de az a baj, kár volt a rántásból kiindulni, mert most megint álmodozom ilyen mindenféle kajákról. Az a baj, hogy a kaja nekem a központi... Engedd el. Először csak sörtészta, aztán már csak paprikás liszt, és a végén a natur szelet. És akkor el tudtuk engedni. Ezeken élek, de közben az álmaim meg a gondolataim horizontján ott lebeg mondjuk egy hatalmas rántott hal. Amit megkérdezni akartam, mondtad, hogy a barátnőiddel receptet cseréltek, ez a barátnők a lánykommandó, vagy egy másik lánykommandó? Mi lett azzal a lánykommandóval, aki a srácnak a fenekét megrajzolta, és rúzspöttyöket tett rá? Az általános iskola, most másfajta barátnőim vannak, de a gimis meg az egyetemista időkből még nagyon sokan megmaradtak, de nekem mindig vannak új barátnőim is. Fájdalmas az, hogy a régiekkel már nem találkozott. Nekem is cserélődnek, és nem direkt csinálom, de egyszerűen így, ahogy így szakadsz végig az életen, valakik az állomáson maradnak, és szereted őket, és valahogy úgy tud, érzed, hogy vissza kell utazni oda, hogy találkozunk, és egyre több ember hiányzik. Nem, aki fontos, az megvan. Gimiből is. Az általános, az úgy látszik, nem volt annyira fontos. Folytatódik az élőben Jófej Karafiát Orsolya társaságában, én Horváth Oszkár vagyok. Az előző 45 percben már szóba hoztam, hogy a szabadságvágyról szeretnék veled beszélgetni a műsor második felében. Mi több, egyszer rá is kanyarodtunk, hogy nem bírod a kontrollt, vagy a kontrollal kapcsolatban mondtál valamit, és mondtam, hogy na ezt zsebre tesszük, mert ez majd ide jó lesz erre az órára. Mi a helyzet a kontrollal? Ugyanis azt keresem, hogy mi a szabadságvágy, miben veszük észre, mi okozza, mivel lehet enyhíteni, és miért zavar másokat, hogy más szabadabb akar lenni, meg mi a véleménye a nagy szabadságra vágyó embernek mások szabadságáról. Tehát valami ilyesmiről beszélgetnénk majd most.
A kontrollt én szerintem azzal kapcsolatban mondtam, hogy magamat kell fegyelmeznem, hogy mit mondhatok ki, vagy mit nem, de én ezt mondjuk nem érzem annyira a szabadságomat korlátozónak bizonyos szituációkban, hanem egyszerűen egy udvariassági kérdésnek gondolom, vagy az, hogy, hogy a másiknak az érzékenysége befolyásol, és hogyha mondjuk ezt én súlyosan korlátozónak élném meg, akkor lehet, hogy már nem tudnék az utcára kimenni. Tehát, hogy valami korlátra mindenképpen szerintem szükségünk van. Én azzal nem tudok mit kezdeni, ha ezek már ilyen bénító dolgok, és olyan szintű, nem tudom, határig mennek el, amikor már tényleg már meg se szabadna szólalni, és a nyilvánosságban ezt például nagyon sokszor érzem, hogy egyszerűen nem mondhatok véleményt, mert akkor egyből lecsapnak rám például bizonyos női csoportok, vagy bizonyos körök, és elkezd a morális ítélőszék elé állítanak, és 2 perc alatt végem van. Tudod, mi a probléma, hogy 2 morális ítélőszék van. Mondjuk, hogy van egy tengely, ez a miket lehet mondani, lehetne mondani, a teljesség, a minden gondolat. És ennek a, mondjuk azt, hogy a kék oldalra jutó 45%-áért az egyik csoport, legyenek ezek a nők, az érzékenyek, a szociálisan érzékenyek, a nem tudom, az erősek, vagy tehát egy bármilyen csoport, az kivégezne, vagy számon kér, a piros oldalhoz legközelebbi 45%-ért pedig a piros oldal végez ki, mondjuk a férfiak, a sikeresek, a gyengédek, a nem a műveltek, hanem mondjuk az ügyesek, vagy a szépek, tehát hogy és középen maradt 10%, amelyben sértetlenül középszerűsködhetsz egész életedben. És olyan, mintha ezt várnál, tehát hogy alulról és fölülről is nyom egy ilyen társadalmi nyomás, hogy úgy élj, hogy csak senkit meg ne zavarj azzal, hogy te jól érzed magad. De mondjuk ez is szerintem egy sarkítás, és az, hogy hogyan érezzük jól magunkat, az nagyon függ attól is, hogy milyen normák szerint nőttünk fel. Tehát például, amikor Mauglit elkezdték, nem tudom, nevelni, akkor nyilván korlátként éltem meg, hogy most már nem a farkasokkal futkorászik. Tehát felnőttünk valamiből, ami nagyon sok szempontból rossz volt, és sokakat sértett és bántott, de mondjuk ahogy a nőkkel bántak. Tehát az nekem is vesszőparipám, és nem véletlenül állok ki egy csomó női kérdésben, és hallatom a hangomat, de bizonyos jogok, bizonyos határok felállítása szerintem nagyon is szükséges volt, és az, hogy mondjuk tényleg társadalmi szinten is változások álljanak be, ott nagyon-nagyon fontos, hogy felálljanak szabályok, és legyenek határok, hogy ezt még mondhatod, ezt nem mondhatod. És hogyha ezt valaki úgy érzi, hogy fú, nem nyúlhat be az első nőnek a szoknyája alá az utcán, hogy ezzel az ő szoknyába nyúlási szabadsága gátolva van, hát akkor azt én nagyon tudom sajnálni. De hogy azt gondolom, hogy kicsit most már túl szűkek lettek ezek a határok, és nekem ezzel van inkább a problémám, nem azzal, hogy egyáltalán léteznek. Egyrészt vannak olyan tettek, amelyek, vagy pláne mondatok, tehát még csak nem is tettek, csak hangot kapott gondolatok, amelyek valójában nem bántanak senkit. Nem azt mondja, hogy én mit akarok másoktól elvenni, hanem hogy én vagyok, és ez elkezd valakit bántani. Tehát nincs is sértetje annak. Nincs egy szoknya, nem tartozik hozzá egy szoknya, ami alá benéztek, vagy ami alá befogdostak. Másrészt a szabályok, amiket említesz, ez is 2-3 külön könyvben vannak, mert van az erkölcs, amit legbelül tud valaki, akinek erre érzéke van, és azért a többeknek volna. Van a jog, és van a képmutatás, elvárás, meg az ilyen, legyen a norma az, ahogy én gondolom. És hogy mindig arra mutatunk ezek közül, amelyik jobban aláhúzza azt, hogy nekünk ne kelljen változni, a másiknak viszont kelljen változnia. Most itt ugyanaz a problémám, mint az előző blogban, hogy most megint általánosságokról beszélünk, és én ebben így nem tudok teljes melszélességgel részt venni, mert bizonyos
érzékenységek nálam is mondjuk becsípődtek, és hogyha valaki azon átlép, akkor úgy felhúzom a szemöldököm, de úgy általános szinten meg tényleg azt gondolom, hogy most valahol ott vagyunk, ami kényelmetlen már nekem is, tehát nem... Például, ha megírok egy cikket ilyen hasonló témákban egy-egy eset kapcsán, akkor azt minimum 3-4 embernek átküldöm, hogy nincs-e benne olyasmi, ami miatt engem fel lehet koncolni. És azért ezt már egy irreális félelemnek tartom, hiszen én azt úgy írtam meg, ami az én belső iránytűim szerint rendben van, de már kételkedem a saját belső iránytűimben, mert hogy fú, mi van, ha ennek és ennek a csoportnak ez már sok, és főleg én nagyon sokszor foglalkozom olyan témákkal, legyen az például a romák, elesettek, akár nők bizonyos érzékeny kérdései, hogy tényleg állandóan, mint a tojáshéjakon lépdelnék, és néha azt is érzem, hogy emiatt nem tudom azt mondani, például amikor úgymond áldozatokról van szó, vagy hogy kinek a hibája, vagy hogy történt ez, vagy az. És ott én már például a legritkább esetben merek egyáltalán megszólalni is, mert már volt, hogy egyszerűen névvel kiraktak ilyen csoportokba, hogy én az Karafiát az áldozat hibáztató, és hogy képzeli ez meg. De az nagyon káros ez az áldozat hibáztató mondás. Nyilván az áldozatnak a... Ha csak az áldozat bűnösségét keresik valamiben, az undorító. De az, amikor azt mondjuk, hogy az áldozatnak semmilyen szerepe nincsen a saját védtelenségében, a megtámadásában, a kihasználtságában, akkor nem védjük meg a jövőbeli áldozatokat ugyanattól az úttól gyakorlatilag, hanem ha mindent a tettesek, kizsákmányolók nyakába varrunk, de 100%-ban pedig elég volna 95%, akkor védtelenek is szerintem maradunk. Egy csomó rosszul értelmezett fogalom is van, mert azzal 100%-ig egyetértek, hogy semmi nem indok arra, hogy téged bántsanak fizikailag például. Tehát vagy hogy rajtad erőszakot tegyenek. Kivéve a bosszú. De most nem, de azok viccek vagy játékok, de most teljesen, tehát hogyha mondjuk engem megcsal valaki, akkor jogosan érzem azt, hogy erre legyen egy viszontcsapás. De ez tök más, mint az, hogy mondjuk mész az utcán, és például engem tavaly nyáron megtámadtak éjszaka, sétálgattam a rakparton, olyan 2 körül, ahogy szoktam kb. Ilyen ruhában, mint most, kis mini sejemruhában, és zenét hallgattam, és egyszer csak odalöktek a korláthoz, kicsavarták a vállamat, egy csávó, így nem szólt egy szót se, tehát így benne így az arcomba, és ugyanazt éreztem, mint tudod, az ilyen reflektorba a vad, tehát ezzel lebénultam, de utána viszont hirtelen tudtam visítani, és oltári szerencsém volt, mert előbukkant 2 alak a semmiből, és elzavarták a támadómat, és annyi volt csak, hogy egy hétig volt kirántva a vállam, meg ott voltak így a nyomai, de hogy más nyoma nem volt. És ugye nyilván én azt gondolom, hogy senkinek, tehát nem volt joga ennek a férfinek velem ezt csinálni, és hogy nagyon nagy szerencsém volt, hogy nem történt más dolog, de közben meg az, hogy én totál óvatlanul egy ideális világban egy éjszaka 2-kor miniszoknyában sétáló nőt sem támadnak meg. De nem egy ideális világban élünk, és én azóta hajnali 2-kor nem sétálgatok lenge miniszoknyában a rakparton. Mert előfordulhat egy ilyen, mert az elkövető nem abban az ideális világban él, amiben ezek az elméletek megszülettek. És azt gondolom, és nem hibáztatom magam, de hogy ezt figyelembe kell vennem, hogy nem egy ideális világban élek, és nem mehetek ilyen öltözetben éjszaka bizonyos helyekre is. Hogyha nem, tehát ez egy alapvető óvatosság, és majd, ha egy ideális világban élünk, akkor azt mondom, hogy én erről semmilyen szinten nem tehettem, de tudnom kell, hogy nem létezhetek így most még. Nem tudom, hogy létezik-e ilyen ideális világ. Persze nyilván a képzeletben igen, de azt hiszem, hogy az erdő is egy ilyen hely, nem csak Budapest éjjel 2-kor egy néptelen utcán. Tehát az engem befogadó társaságról való leszakadás, a csordától való eltántorgás, az így magára hívja a ragadozókat, és
itt nagyon sokan élünk, úgyhogy itt sok az áldozat és sok a ragadozó, de azt hiszem, hogy egy kedves kis faluban is előkerülne az, akitől félnivalója van az embernek, és mindegy van. Az egésszel a probléma az, hogy egyedül vagy valahol egy nagy térben, és nem tudod, hogy amint nem vagy egyedül, azaz már ketten vagytok, ki lesz az a másik. Hát igen, és közben ugye nagyon sokszor ezt a, amikor azt mondják például egy családon belüli erőszak ügyében, hogy aki azt mondja, hogy az a nő is tett valamit, hogy ez a helyzet kialakuljon, ez is egy nagyon kényes szituáció, mert egyszer volt egy nagyon csúnya vitám, volt egy színészek és írók összeálltak, és a kapcsolaton belüli abúzussal csináltunk egy estet. Nekem is van ilyen szövegem, ami ezt tematizálja, egy kapcsolati erőszakot mutat be, mert számomra ez egy borzalmas dolog, és nagyon sok van a környezetemben is. Tehát olyan embereknél is, akikről tényleg egyáltalán nem gondolnánk. Nem mindig a nő az áldozat. Egyébként van, ismerek olyan esetet is, amikor a férfi az elszenvedője ennek. És az egyik szöveg, most mindegy melyikünké az írók közül, arról szólt, hogy van egy lány, nő, meghozta maga kompromisszumát, szeretett volna nagyon gazdag lenni, meg mit tudom én, hozzáment Bélához, aztán Béláról kiderült időközben, hogy egy állat, a nő persze ott marad, mert nem akar elmenni a gyönyörű villából, nem akar az utcára menni, és sorolja a sérelmét, hogy de hát azt mondja nekem a férjem, hogy úgy kell az utcára mennem, ahogy ő engem összeszedett pucérseggel, mondom, igen, de hogyha meg te azért vállalod azt, hogy téged agyba főbe ver 3 hetente, mert neked kell a Tesla, meg kell a lakás, akkor nem tudom, hogy kit hibáztassak ezért. És nyilván a férjednek nem lenne szabad téged megütnie, de mindennek ára van. Tehát te azt mondtad, neked kell ez a vagyon, akkor kaptad ezt is, vagy menj ki belőle. Én itt nem tudlak téged fölmenteni azért, mert te nem tudsz máshogy élni. És emlékszem, ez a nő például, ismerek egy hasonlót is, sírt, azt mondja, hogy ő nem tudja elképzelni az életét egy szaros 120 négyzetméteres lakásban, amikor ott ez a villa, és neki ez lenne csak a házasság után. És mondom, hát akkor viszont tűrjed. Uh-huh. Tehát ezekre én nem tudok megengedő lenni, és nem tudom azt mondani, mint a barátnői, hogy te áldozat vagy, semmiben nem vagy hibás. Nem, egy fasz vagy. Valaki... Számító picsa vagy, lehet, bocsánat. Hogy... Csak tudod, az a problémája, mondjuk, nem tudom, hogy konkrét személyről van szó, de számomra nem, én nem tudom, hogy... De egy hasonló helyzetben azt mondja, hogy neki kellenek ezek a körülmények, viszont szeret, de és miért ne kaphatná meg? Miért ne kaphatná meg akár egy férfitől, ha nem maga állította elő? De azt szeretné ő mondani, hogy neki ez szinte jár, mert van olyan nő, és lehet, hogy van olyan nő, de ő ezt nem így gondol. Tehát, hogy nem egy ilyen erőszakos embert kelljen érte elviselnie. Kelljen elviselnie azt, hogy a szerelme napi 19 órát dolgozik, és távol van. Tehát, hogy ilyesmikre gondolt, vagy kelljen elviselnie azt, hogy csak 2 szolga jut, nem 12. Tehát, hogy valami olyanról mondjon, hogy lemondani arról, hogy amit szeret, ez legyen az ő szenvedése, nem pedig elviselni azt, amit nem szeret. És ez lett. És ebben elégedetlenkedik, és ha az ember így ideál, akkor, és megfejtést keres erre, akkor az egyik azt mondja, hogy de hát a csávó az ne legyen már goromba, vagy ne bántalmazza más módon. De a másik persze, meg azt mondja, hogy el lehet onnan menni, igen. Meg mehet menni a cérnagyárba dolgozni. És persze néha vannak szituációk, és ezért is mondom, hogy ez is nagyon bonyolult ügy, amikor a nő nem tud szabadulni, mert kiszolgáltatott helyzetben van, és nem egy ilyen egyenlőtlen viszonyban jön ez létre, hanem tényleg két, amikor még összekerültek egyenlő embernél. Tehát, hogy mindenféle van ebben is, de azt, hogy minden szituációra egyértelműen ráhúzzuk ugyanazt a sémát, nekem ezzel van a problémám. Hát nekem nagyon szimpatikus, és azt hiszem, a továbbiakban sem élek vele ennek ellenére, hogy kerülöd az általánosságokat, vagy általánosításokat. Nyilván történetekre én sem általánosságokkal reagálnék, de közben meg nekem nem történeteim vannak, hanem generalizálásaim. Miért vágyik az ember szabadságra? Azért, mert azt érzi, hogy nincs neki elég? Nagyon fura ez, mert... Nem mindenki vágyik többre, mint amennyi jutott neki, de aki
akit ez hajt? Nem tudom, nem szokták mondani, hogy én extrém módon szabadon élek, de én ezt sosem érzékeltem. Tehát nekem ez volt mindig mi az alapvetés. A környezeted érzékeli. Igen, de hogy nekem ez olyan alapvetés volt gyerekkoromtól kezdve, tehát hogy nem éltem soha másban, és én mindig csak annyi teret töltök ki, amennyim van, tehát valószínűleg az, hogy nem vágyom többre, szóval én nem vagyok határfeszegető, nem vagyok lázadó, nem vagyok semmi, egyszerűen csak élek úgy, ahogy szeretek és tudok, és abban így, tehát hogy nekem soha nem kellett ezért harcolnom. Akkor te nem egy kalitkából próbálsz kiszabadulni, hanem folyamat, sosem voltál a kalitkában, és az attól rettegsz, hogy viszont be kéne feküdni egy De időre. Nem rettegek, miért rettegják? Nem rettegsz? Tehát, hogy úgy tűnök, hát, mint akit retteg. Most nem tudom, de hogy mondjuk azt, hogy az, hogy fegyelmezd magad, az számodra egy fárasztó dolog, hogy a hát, kontrolláljad a fárasztó, de annyira kontrollálom, amennyire amennyire energiád van. Igen, tehát a többi az, tehát nem szoktam ezeken gondolkodni, mert nem érzem, amikor mondjuk nagyon szűknek érzem a lehetőségeimet, akkor azt valahogy megoldom, vagy elkezdem abban jól érezni magam, szóval egyedül nekem a fogyókúra az, amiben nem tudom jól érezni magam, tehát nekem az életemben az egész életedben csinálod a legnagyobb cserébe. Keret, igen. De hogy mindenki mondta, hogy engem sose érdekelt mások véleménye. Valóban nem. Tehát mindig azt vettem föl, amit jónak láttam, azt csináltam, amit jónak láttam, annyit dolgoztam, amennyit jónak láttam, de ehhez persze nyilván az kellett, hogy nem valahogy úgy alakult, és nyilván ezt is én alakítottam, hogy mindig a munkatársaim is olyan emberek voltak, akik nem kötöttek meg, vagy például azt soha nem felejtem el, amikor még egy közintézményben dolgoztam, én voltam körülbelül az egyetlen, akinek ott kötetlen munkahelye volt. Mert én mondtam, hogy csak úgy tudom ezt vállalni, hogyha nekem nincs ez a blokkoló óra, meg nem tudom, és végül megengedték. Mert mondtam, hogy akkor, mert máshogy nem megy, én nem fogok tudni minden nap bejárni, mert nem fér bele ez az életembe, vagy ugyanez. Ettől megőrülnek szerintem mások, amikor ezt hallják. Egyrészt azok, akik ezt a kötelmet, ezt magukra elfogadják, hogy már pedig ez van orsolya, ez a minimum. De valaki meg szereti ezt, tehát például a húgom meg imád bejárni, és neki meg szüksége van ezekre a kötelekre. Tehát, hogy én még azt sem mondanám, hogy ahogy én csinálom, az jó, mert ebbe is meg kell találni ezt a komfortos helyzetet. Csak neked jó, és te ezt kérted is. Egyébként ez lehet egy példaértékű dolog, hogy ami hozzád passzol, azt kiköveteled. Én meg vagyok lepve, hogy egy közintézményben is be lehet ezt nyögni. De ez régebben volt, mert már nem ott dolgozom, de hogy meg lehetett ezek csinálni. Szerint meg lehet tenni. Azért itt a COVID alatt volt egy csomó olyan szögletes intézmény, ahol a home office egyáltalán nem engedélyezték, és én értetlenül néztem, hogy miért nem, mert nem olyan munkájuk van, hogy nem tudom oda kell menni sajtolni az olvadt vasból a golyókat, hanem számítógépezniük kell, meg dokumentumokat készíteni, meg telefonálgatni. Azt miért is nem lehet akárhonnan csinálni? És nem a COVID-ról volt szó, hanem a vezetőjüknek a bizalmatlanságáról valójában. Jó, de közben te is tudod, hogy egy csomó helyzetben, tehát nekem is vannak olyan emberek, akikkel nem szeretek együtt dolgozni, mert ha nincs rajtuk folyamatos kontroll, nem teljesítenek. Én például egész életemben tudtam magamban, mert a saját dolgaimat csináltam úgy dolgozni, hogy a maximálisat kihozom magamból, akár van rajtam figyelőszem, akár nincs. És, de azt például nagyon fontosnak tartom, hogy ugye én heti lapnál vagyok szerkesztő, ott elég komoly határidők vannak, és én azt hiszem, amíg ott dolgoztam, még soha senkit nem hagytam cserben, mert tudom, hogy ez is az ára annak, hogy én akkor, hogyha hajnali 5-kor csinálom meg az anyagot, de az akkor is ott lesz, amikor a másik a rendes munkaidejében foglalkozni akar vele. Tehát, hogy szerintem a szabadságodnak az az ára, hogy ezeket a minimális szabályokat tartsd be, és ezeket például ilyen szinten nem érzem tehernek, mert azt gondolom mindig, hogy valamit valamiért. Más érzi tehernek. Tehát te azt mondod, hogy az outputok legyenek meg, az, amit ők kimenetként várnak a te munkádból. Mondjuk azt mondja, hogy Orsi, holnapra kell valami, tehát 24 órád van rá, majd egy óra múlva megkérdezi, hogy kész van-e már. És tulajdonképpen 23 óra 50 perc múlva kell majd ez neki. De én nem veszem fel addig a telefont. Ja, de nem is kell, de valaki ezt nem viseli el. Valaki azt szeretné, ha ad neked egy 3 hónapos feladatot, ami mondjuk, hogy a 100 nap,
akkor egy nap alatt a századát csináld meg, két nap alatt a 200-adát, és képes minden nap megkérdezni, hogy tartasz-e már a 44%-ánál, miközben neki annyi a dolga ezzel, hogy a 100. napon a 100%-a legyen kész. És ezeket az embereket ezzel a szellemmel nem lehet elviselni, ehhez kell egy olyan munkáltató, egy olyan munkatárs, aki megbízik benned, és tisztában van vele, hogy igen, mit tudom én, 10 emberből 2 ilyen, 8 pedig olyan, hogy neki viszont munkahelyet kell építenem, ahol jól érzi magát, ahol jó körülmények között el tud választódni az otthonától, és érzi, hogy ő itt dolgozik, ott megér. Hát igen, meg most gondolj bele, nekem nincsen családom, nincsen gyerekem, van egy kényelmes otthonom, ahol én nagyon jól tudok dolgozni, de ez nem mindenkinek adott, és azt gondolom, hogy ezeket is mind-mind figyelembe kell venni. Én itt mondom, csak a magam nevében tudok beszélni, mert én ugyanúgy tudok dolgozni a tengerparton, vagy nem tudom, a közeli parkban. Szóval ez nekem nem kérdés, vagy nem szempont. Mi az, amiben megnyilvánul a szabadságvágy? Például, mondom, nem rólad beszélgetünk, hanem rólad és rólam is. Én nagyon hasonló vagyok, 3-4 helyre dolgozom egyszerre, nagyon kevés része van időhöz kötve, rengeteget dolgozom, változatosan dolgozom, nem vagyok egy lustadisznó, de én az vagyok, 20 de éve nem. Jó, lustadisznó vagyok, de nem vagyok, tehát számon lehet rajtam kérni, rám lehet bízni dolgokat, és azok el fognak készülni. De 20 éve nem járok be egy munkahelyre fix időben. És de ez a mi gondolkodásunk korlátoltságát is jelzi, hogy ezt találjuk a szabadság szimbólumának, hogy bejársz-e vagy nem jársz be. Szerintem ennek semmi köze a szabadsághoz, ez csak egy praktikus dolog. A szabadságnak inkább szerintem valami belső dolga van, hogy te abban, amit csinálsz, mennyire tudod például, ha iszonyú kötött munkád van, amihez érzelmileg nem viszonyulsz, azt mennyire tudod úgy tekinteni, hogy ez kell ahhoz, hogy megéljél, és szabadságod van ezt eldönteni, és akkor már is máshogy tudod kezelni, mint egy praktikus dolgot. Én például utálom, hogy minden nap össze kell szednem magam, de most már ebbe is megtalálom a szabadságot, mert akkor feldíszítem, izé megcsinálom, tehát hogy minden szituációban a komfortosságot valahogy megtalálni, és nekem ebben például nagyon fontos, vagy nagyon hasznos könyv volt az Edith Egernek, aki pedig a Viktor E. Frankl nyomán dolgozta ki a nem tudom, az elméletét, vagy nem tudom, a tanításait, ezt idézőjelben mondom, a Döntés című könyvében, amit leírt, hogy teljesen szabadon rajtad áll, a külső körülményeket nem tudod megváltoztatni, de azt, hogy ezekhez hogyan viszonyulsz, az viszont még a legszélsőségesebb helyeken is tényleg csak rajtad múlik. És volt ő az, aki ilyen 83-ban írta meg a második világháborús emlékeit, kávé, nem? Ilyen későn, igen, mert hallgatott magában. Igen, a Frankl az egészen azt hiszem már utána, és utána meg a Frankl írta, azt hiszem, mégis mondj igent az életre, és akkor az Edith az ő nyomdokain indult el, de igen, először ugye emigráltak, aztán utána tanult pszichológiát, és utána én még 90-valahány éves voltam, amikor csináltam vele egy interjút, de már előtte olvastam a könyveit, és voltaképpen ez egy nagyon egyszerű szabály, csak alkalmazni nem annyira egyszerű, és ő hozott egy olyan példát, ami így nem szoktam emlékezni a dolgokra, de ez nagyon bennem maradt, mert az egész családját ugye elhurcolták, és álltak Auschwitzba, már le volt borotválva a hajuk, és akkor a nővére sírt, azt hiszem Magdának hívták a nővéret, vagy Verának, nem tudom, ott sírt, hogy úristen, de ronda vagyok, hogy nézel ki, és ő mondta, hogy hát igen, néztem a nővéremet, úgy nézett ki, mint egy rühes kutya, de én azt mondtam neki, ó, csodálatosak így a kék szemeid. Tehát, hogy a legszarabb szituból is megtalálni azt, ami neked és a másiknak is egy olyan visszajelzést tud adni, hogy igen, nekem szabadságom volt azt mondani, hogy az ő szépségére helyezem a hangsúlyt, és azt veszem észre ebből. És ez minden egyes pillanatban megvan, ez a fajta döntésed. Nem tudom, miért jutott ez eszembe, csak mint az előbb említettél volna valamit, hogy lehet, hogy tudod, de mégsem tudsz úgy viselkedni, ahogy tudod, hogy helyes volna. Ebben a műsorfolyamban a Kassai Lajos fejtette ki, hogy a tudás az még nem képesség, és olyan jó, ahogy elmondta, hogy ő szájába rágja a lovasi jász
tanoncainak vagy partnereinek, hogy fogják a kezükben az íjat és a nyilakat, de ha a lóval elesnek, vagy az olyan helyre megy, hogy ez veszélyes, azonnal dobják el, ez az első szabály. Majd ő elesett a lóval, és amikor kimászott alóla, még mindig ott szorongatta a kezébe, hiába tanítja és tudja, amíg az nem válik egy olyan rutinná, és ez azért nagyon kemény. Én is egy csomószor papolok, hogy mi a helyes, de azért gondolom ezt elmondani, mert ahányszor elmondom, emlékeztetem magam, és amikor olyan szituációba kerülök, hogy most nekem kellene úgy viselkedni, amit eddig hirdettem, akkor is be fog villanni, és ha nem egy másodperc alatt mozdulok meg ott, hanem öt, akkor helyesen fogok cselekedni. Fú, hát én nem tudom, hogy ez hogy van, mert nekem nagyon sok rossz beidegződésem van, meg nagyon sok olyan dolog, ami így tanultam, rám ragadt, és ugyanaz, hogy hiába tudom, hogy kéne, ösztönösen nem úgy reagálok. És például azt is tudom, hogy bizonyos szituációkban hogy kéne az életemet vezetni, és nem úgy vezetem, nem úgy reagálok, nem úgy csinálom. Szóval nem tudom, hogy ez hogy van. Lehet, hogy mire rohadt öregek leszünk, megtanuljuk, és addigra, de akkor már meg tök felesleges, senkinek nem fogunk kelleni, és mindenki elkerül minket. Dehogy nem fogunk, csak tök másra, és másféle embereknek. De biztos, hogy van egy olyan tapasztalatod, hogy nem tudom, 10 évesen vagy 15 évesen a 30 évesek azok öregek voltak. Ugye, így látod, és megkérdezted, hogy neked nem fáj, hogy olyan öreg vagy? Vagy baj már neked, hogy ilyen csúnya a bőröd? És ilyeneket mondtál nekik. És aztán 30 nem évesen... Nem magadból indulj ki, én nem mondtam ilyet. Én se, az unokatesóm mondott ilyet a 90 éves néninek, és akkor jót nevettek rajta. De egyszer csak 30 évesen már a 45-50 évesek nem tűnnek öregnek, és mondjuk én elmúltam 40 éves, nekem már a 70 évesek sem tűnnek olyan öregnek, de már annak nevezem nekem őket, te már értem. Öregnek tűnsz. Na, hát de, látod, azért már 8 éves vagy, semmi probléma nincs ezzel. Annyi, hogy a szüleidnek majd alá kéne írni valamit, hogy szerepelhess a rádióban, de a többi az teljesen oké. Okay. Egyre inkább másképp látod az embereket, ahogy így szaladsz végig az időtengelyén, ha nem, az valószínűleg egy probléma, és szerintem egyre inkább szépek az öreg emberek, és amikor én még 20 évvel idősebb leszek, akkor már sokkal több mindenkit fogok szépnek látni azzal együtt, ami nem beszélve arról, hogy én az öregedéssel is úgy vagyok, hogy én azt tartom szépnek, aki szépen öregszik, és ezeket a Goldie Hawn katasztrófákat, amikor nem tudom, műtünk magunkból egy ilyen gömbre ráhúzott gumifejű szörnyet, az nem rosszból mondom. Ez nekem. Nem, de tudom, csak könnyen beszélsz. Ezt mondom, hogy te könnyen beszélsz, és én nőként, és adásul idősödő nőként ezt 100%-osan tapasztalom, hogy ez egyáltalán nem egy könnyű dolog. Nem, és könnyű ezt, igen, értem, nem és könnyű. És én például nem elviselni. Szeretnék megöregedni, tehát nekem van egy tervem, hogy meddig szeretnék élni. És igen, és ez nem nem csak a külsőségek miatt, de egyszerűen azt veszed észre, és jó, persze minden életkornak megvan az öröme, bla, 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 én ebben nem hiszek. És persze valaki meg tudja találni, ez is egy döntés, de például ami nekem izgalmas, fontos az életben, azt nem biztos, hogy úgy látom, hogy bizonyos életkor után én nem fogom megkapni. És mondjuk az én családomban olyan szörnyűségeket láttam, és annyi embert kísértem az utolsó pillanatig, hogy én ezt köszönöm, nem kérem, és nekem senki nem mondja, hogy ebbe meg tudom találni a szépséget, mert nem fogom tudni megtalálni. De és én már a mostani élethelyzetemben is nagyon kevés olyan igazi szépséget találok. És ezt úgy mondom, hogy most nem vagyok éppen depressziós, hanem most egy jó állapotomban vagyok. És az, hogy valaki tényleg szétműti magát, és így legalább egy kis enyhülést kap, ha kap, mert nem vagyok benne biztos, hogy kap ettől, akkor legalább egy picit jól érzi magát. De ha nincsenek meg mondjuk a nagyon erős emberi kapcsolataid, és nem tudtad azt fiatalon vagy bizonyos életkorodig elvégezni, amit szerettél volna, akkor azért az idősödés már nem akkora fán. És
Azt gondolom, hogy nekem például minden reggel már egy kicsit fájdalmas tükörben nézni, pedig még azért nagyjából egybe vagyok, és ez csak rosszabb lesz, és ez még csak a tükörkép. Tehát, de és aggódnunk ez a kell, Orsi, hogy te most én azt maximálisan támogatom, hogy amikor az ember szenved, onnantól kezdve, hogy már nem önmaga mondjuk a szellemi képessége és a mozgáshoz való hozzáférése, meg a higiéniához való hozzáférése terén, akkor elbalagunk egy holland vagy egy svájci magánklinikára, és akkor befizetünk a végére. De ez a, nem tudom, azért, mert 45 évesen nem úgy nézek ki, mint egy 27 éves, ezt nem látom még elégnek. Csak nem, tudom, ezt még én sem látom elégnek, nem most akarok menni erre a klinikára, de azt gondolom, hogy pont a munkalehetőségek, a szellemi képességek, az, hogy hogyan tudod reprezentálni önmagadat és a tudásodat, illetve, hogy például művészként mi tud lenni a fejedben, illetve mi nem, és hogy erre mondjuk milyen társadalmi fogékonyság van, illetve, hogy mondjuk a párválasztás terén hogyan szűkülnek a lehetőségeid, és nekem például nincs kedvem csak azért, és itt visszakanyarodunk az első kérdésre, egy makogó hülyével randizgatni, mert azt gondolják, hogy az én koromban már nekem ez jár, mert valóban mondjuk az én korombeli férfiak, és nem is hibáztatom őket, csak a fiatalabb lányok felé orientálódnak. És jogos, mert mondjuk egy 40 fölötti nőben már egyáltalán nincs perspektívikusan annyi, mint egy fiatalabb nőben, és ez szimpla biológia, és ezen nem szörnyűködni kell, és erre is jöhetünk, hogy de hát annyi idős vagy, de megőrülök. Tehát beléptem egy csomó ilyen női csoportba, és eleinte még ment ez a hurrá optimizmus, meg hogy én felveszem a szakadt farmeromat, jó, vedd fel anyukám, hát táncolj, de hát akkor is egy öreg nő marad. Tehát, hogy azért ezekkel vessünk már számot, és ne hazudjuk le azt, hogy ugyanolyan vonzó és kívánatos vagy, mint egy 30 éves, mert nem vagy. És hogyha ezt hiába korrigáljuk, akár műtétekkel, akár krémekkel, akár öltözködéssel, akár méltósággal, akár méltóság nélküliséggel, akár ordinárisággal, akár visszahúzódással, ezek tények maradnak, és biológiai tények, és való igaz, hogy a nő biológiailag ilyen szempontból sokkal szerencsétlenebb, mint egy férfi, és nyilván nem állatok vagyunk, és társadalomban élünk, stb. De hogyha mondjuk egy munka szituációban, egy olyan feladatra, ahol például meg kell felelni, és hosszabb távon gondolkodnak, nem az 50 éves nőt fogják választani, hanem a 30-at, és ezért se lehet senkit se hibáztatni. Persze lehet azt mondjuk, hogy ez ageizmus, meg mit tudom én, és akkor hozunk mindenféle szabályokat, de ez akkor is így van. És mondom, vitatkozhatunk erről, meg te pasiként mondhatsz bármit, de én ezt már 40 fölött folyamatosan tapasztalom úgy, hogy én még egy viszonylag szerencsés teremtés vagyok. Két dolgon gondolkodom. Egyrészt, hogy tőlem soha nem várta el senki, hogy szép legyek, ezért könnyen mondom azt, hogy 45 évesen nem nézek ki úgy, mint 27 évesen. Nekem lehet azon kellene gondolkodnom, hogy 45 évesen nem vagyok olyan sikeres, vagy okos, vagy tanult, vagy nem tudom, hogy csávoknak mi a pálya, amin a leginkább elvárás van. A másik, amin gondolkodom, hogy te látsz-e valami, van-e egy olyan művésznő képed, akit te láttál 50, 60, 80, 90 évesen, és úgy érzed, hogy ő egy picit én vagyok, és az... Nincs, mert nem látom magamat idős művészként, de vannak olyanok, akiknek ez sikerült. Például a szürrealizmus nagy asszonya, Leonora Carrington, egyébként most jelent meg magyarul is a Hallókürt című regénye, meg a tavalyi velencei Biennálén a The Milk of Dream, az ő gyerekkönyvének a címe, az volt a központi kiállítás címe, tőle örökölték, és ő például egyenesen ünnepelte az öregedést, és a barátnőivel vonult az utcán Mexikóban, és mexikói feminista volt abban a közegben, és úgy nézett ki, mint egy csodálatos madárijesztő, tehát hogy van, akinek ez így sikerül, de ehhez szerintem olyan személyiségnek kell lenni, meg egy olyan életet magad mögött tudni, ami ez így megadja ehhez a hátteret. És lehet, hogy ez az én ügyetlenségem, nekem nem sikerült egy ilyen hátteret, vagy ilyen életet összehozni, tehát én valószínűleg nem így fogom tapsolva járni Mexikó utcáit. Félelmetes ez. Én folyamatosan a szellemi képességek
elvesztésére gondolok, amikor ezzel próbálok empatizálni, mert én attól rettegek, vagy egy picit hát úgy érzem, másik. Hogy ott a vége. De és ezt nem is veszed észre ráadásul, és főleg az, hogy nagyon eddig sokszor... Eddig se tűnt fel, tehát már rég benne vagyok, és még azt mondom, hogy jaj, majd ez milyen nehéz lesz. Jól van, Oszika, jöjjön vissza a négyes jó, kortán. De például abban is gondolj bele, hogy művészként, aki igazán mondjuk zenében vagy irodalomban nagyon odabaszott, azok általában a fiatalok, és ők tudnak olyan lendülettel, jó, nagyon gáz, tényleg a Taylor Swift, Only the Young Can Run, vagy a Bruce Springsteen, futni születtünk. Szóval, hogy más egy idősnek, akár még a kimunkált, vagy megmunkált dolog, amit létrehoz, és nagyon keveseknek sikerül mondjuk később létrehozni olyat, ami jobbat igen, nagyobb szép építményt, vagy nem tudom, igen, de azt a fajta lendületet, amit én egy műalkotásban imádok, amit egy fiatal szobrás csinál, vagy amit egy kezdő odabasz, és teli van hibával, de mégiscsak olyan ereje van, mint mondjuk amikor a tavasz kitör, vagy az első napsugár, azt már nem tudod idősen, és nekem ez hiányzik. Én szerintem sokkal jobban írok, mint fiatalon, de annak meg volt egy olyan lendülete, amit soha többé nem fogok tudni visszaszerezni. Értelek, az írással kapcsolatban értelek, hogy nyilván más motivál. Nekem volt egy dühöm 15 évvel ezelőtt, és most nincs, és hiányzik az, ami abból fakadt, de közben meg nem hiányzik a düh, mert helyesebb. Meg csak... okosabb vagy, gondolom, cizelláltabb a legtöbben. De... csak bizonyos dolgok már nem jönnek létre, meg ugye új dolgokra csodálkozol rá, amiket még nem láttál, és ebből egyre kevesebb van, legalábbis a népszerű témákat, azokat te már megcsodáltad, ezért az újdonság varázsa, meg az illúzió, meg az elragadtatás, ami az első találkozáskor van, az már nincsen. És nem is veszed észre, hogy nincs az, és akkor van ott is ez a görcsösség nagyon sokaknál. Tehát fú, basszus. Nem szabad megöregedni. De hát mindenki meghal, az a helyzet. De az a gyerekek, ha hallgatjátok a műsort, akkor persze ti nem, és van Nyuszi meg Mikulás is. A sportolók járnak a fejemben most, hogy csak így szakmák tudod, hogy választhatod azt, hogy tanítasz, és ez menni fog 70 éves korodig, vagy választhatod azt, hogy te NB1-es focista leszel, ami majd menni fog mondjuk 37 éves korodig, vagy választhatod azt, hogy te tornász leszel, vagy nem tudom, rúdugró, és akkor ez menni fog 26 éves korodig. Most csak mondom, hogy egyre szűkül az a tested és az életkorod alkalmassága. Most ilyen szempontból a popzenész, hát az ilyen 23 és 27 között, ha nem sikerült, akkor valószínűleg nem fog menni. Ha meg sikerült, akkor is veszít a méltóságából, meg egyre szánalmasabb vagy élvezhetetlenebb közönségként az, hogy van egy új albuma, de nem érdekel, én a 78-asokat akarom. Kivéve az olyan zsenik, mint a David Bowie, tehát hogy azért hát egy akinek sok korszaka van, meg, na de egyébként ezt először azt akartam mondani, hogy ezt ajánlom neked is, hogy annyira változ meg, hogy már felismerhetetlen legyen a külvilág számára, hogy a fiatalabb Karafiátorsi volt? Vagy hogy volt? Nem tudom, mert annyira más korszakai vannak, hogy egyszerűen egy új termék jött. Én szerintem ilyen belőle vagyok, de akkor is most például színházat csinálok, nem azt, amit eddig. Teljesen más, de pont amiatt, hogy én gyötröm magam, hogy váltsak, és hogy ne ragadjak bele abba, amit folyamatosan csináltam, de akkor is ott vannak ezek a tények. De mondom, nekem az öregedéssel nagyon erős problémáim vannak, nem is szégyellem őket, és aki úgy tesz, mintha ez nem létezne, azt én kinevetem. És azt mondtad az előbb közben, hogy nem szabad megöregedni. Az élsportolókkal szemben, akikhez rendelem a popzenészeket, hogy ez egy véges 20 éves dolog mondjuk, ugye ott vannak a tanárok, és a zenészek között ott vannak a filmzeneszerzők, a hangszerelők, a producerek, a hangmérnökök, egy csomó olyan... Ez mestermunka, az más. Most én a művészetről beszéltem. De a filmzeneszerző mondjuk egy művész. De az alkalmazott művészet, teljesen okay, akkor más. Egy klasszikus, csak ahhoz meg nem tartozik akkor a közönség. Tehát, ha valaki, mindegy, a közönséged nem klasszikus, is tök mindegy. De komoly tehát, zenét a szép irodalomnak olyan rohadt nagy közönsége van, hogy megőrülök a rajongói mostromától. Jó, hát nem tudom, mi az, ami kitart. Nyilván ez egy, tehát az, hogy ez a szó, hogy éles stratégia, ez el sem hangzott
megint csak 20 éves koromban sem hallottam még erről. Tehát nincs az ember erre felkészülve, vagy amit választott, az egy élethosszig kitart-e. És ez mondjuk ez. De még mondjuk az a szerencsé, hogy nem tudjuk, hogy mennyi az a hossz. Én tudom az enyémet, de a legtöbben nem tudják a sajátjukat. Te tudod a tiédet? Igen. Az eddigieket, vagy a végét? A végét. Azért, de mindegy. Mert megmondták, vagy mert te megmondtad? Én kitaláltam. Te eldöntötted. Láttad a... Megint nem tudom, hogy aggódni kell, vagy nem, de hogy ez... Up to you. Láttad a Műanyag Égbolt című ilyen animációs, vagy ez ilyen rettenet világ számodra, hogy miért nézzél meg egy ilyen sci-fi-szerű... Semmi nem rettenet, de ezt mondjuk nem láttam. Annak a világában van egy ilyen korlát, ahogy az emberek X ideig élhetnek, azt hiszem 50 évig. Ez pont jó. Valaki ott 32-nél kiindexel, de ez is joga van. És érdekes ez, meg volt a Midsommar című nagyon fura film, amiben meg egy olyan társadalomban élnek, ahol 16 évet töltenek el 4 szakaszban az emberek. Igen. Tehát 16 éves korukig tanulnak, 16-tól 32-ig elmennek a világba, ebből a kommunából tanulnak, egyetemre járnak, befogadják, hogy mi volt kin. 32-től 48-ig mondjuk családot, 48-tól 64-ig bölcselkednek, majd 64 évesen leugranak egy szikláról, és befejezik, hogy új emberek jöhessenek be, mert a törzs tagjai annak a számossága állandó, viszont nem szeretnék, ha belterjes lenne, úgyhogy így oldják meg. Tehát ez egy kár, ilyen... hogy nem én írtam. Ez tetszik. Nézd meg, rettenetes egyébként. Jó szórakozást kívánok hozzá. Nem tudom, hogy kapargassam-e még a szabadságvágyat. Azt hiszem, arról beszéltünk, hogy te is meghagyod másoknak a szabadságot. Engem talán az az, ami ingerelni szokott, amikor más úgy lép mondjuk a te szabadságodra, hogy abból nem nyer semmit. Az számomra olyan, mint a gonoszság. Én azt megértem, amikor valaki valamilyen haszonnal, nyereségvágyból tesz valami kárt a másikban, hiszen ne gondoljuk, hogy bármi nekünk jól esik, az nem abból fakad, hogy valaki más lemondott valamiről, vagy elvettünk onnan. De amikor még előnye sem származik belőle, tehát hogy te, nem tudom, ne táncolj halkan a lakásodban, miközben se a lépteidet, se a zenédet nem hallja, mert őt zavarja az, hogy jó, valaki ezek táncol. Ilyen, ezek ilyen hülyeségek, engem sokkal inkább bánt, tehát nem is bánt, hanem mélységesen felháborít és küzdök ellene, ahogy például állami szinten korlátozzák mondjuk az LMBTQ emberek szabadságát, vagy gyerekvállalási kérdésekbe beleszólnak, vagy olyan szinten korlátozzák bizonyos embercsoportok életét, ami szerintem az emberi méltóságuk zavarásában. Uh-huh. Val is egyenértékű. Tehát és az nem például... egy kiemelkedő szabadságvágy. Ők ilyen emberi dolgokra igen. vágynak, ami ez teljesen normális állami szerintem. Állami szintre emelt, törvényi előre emelt gonoszság. Tehát befóliázzák uh-huh. az világunkat. Szerintem ez egy nettó személyiség. Tök mindegy, hogy befóliázzák egyébként. Ja, tehát, hogy az aztán valami csúcsa, de hogy olyan... meta, és nem arról van szó, ami... Tehát, hogy ez engem sokkal jobban zavar, mint hogy a hülye rám szól, hogy ne járjak magas sarkuba a lakásba, mert kettőt koppantam. Szóval... És azt én meg tudom érteni, ha valakinek ökölbe szorul a keze, hogy valaki nem 6-ra jár dolgozni reggel, hanem 9-re, ne adj Isten, este 6-tól éjfélig van műszakban, vagy akármi. Azt egyszerűen nem tudom megérteni, hogy miért zavarja, hogy valaki más is szeret valakit, meg mivel foglalja el magát a lakásában. Vagy akár én tőlem látom, hogy kézen fogva mennek, és akkor velem mi fog történni? Igen, mi bajom lesz nekem attól? Nem tudom felfogni, de igyekszem egyébként megérteni, mert nyilván nem feltétlenül hülyeség, nem feltétlenül gonoszság, szerintem félelem, és valamilyen meg nem értés van mögötte. Tehát, hogy nem a megértés képessége, hanem a szándéka hiányzik, és... A megismeréstől a félelem is enyhül, és akkor lehet. De politikai szinten ezek az emberek nem félnek, nem rettegnek, pontosan tudják, miről van szó, akár mondjuk a egészen vezetői szinten is. Itt nekik azokkal semmi törvény. Bajuk. Igen. Nekik azokkal semmi bajuk. Ők csak tudják, hogy a választóik ezt, hogy félnek a primitívséget. Igen, ők csak ráakaszkodnak valamire, majd utána elmennek a meleg barátaikkal inni egyet, akik segítettek nekik létrehozni ezt a közeget, amihez igen. gratulálok.
Karafiát Orsolya a következő adásban is a vendégünk lesz, ha csak a következő 4 percben össze nem veszünk valamin. Én egyelőre köszönöm, hogy zavartam, nem akartam. Nos, élőben jó fej. Senki állni a kezébe van a rádiózás. Én általában szeretem, amiket csinálsz. De most iratkoztam le. Hát én nem tudom, mi van az országban, de itt semmi komoly dolgok nincsenek. Milyen műsor az, aminek a címében benne van, hogy élő, aztán nem is élő? Akkor nem is jó fej. Na jó, ennyire lehetett komolyan venni. Hallgass a gondolkodás, szürkállomány, bla 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 bla. És akkor engem néznek, hülyének? Isten áldja meg, fiam. Köszönöm, hogy zavartam, nem akartam.